Jó szezont zártak, a tavaszi méh családveszteségek ellenére elégedettek a termés mennyiségével és minőségével a méhészek. Többen tesznek félre, mint egy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. Fejlesztések, több mint 44 millió forintból kezdődnek fejlesztések és beruházások a nyíregyházi temetőkben. A tavaszi méh családveszteségek ellenére jó szezont zártak a termelők. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A magyar méz minősége ebben az évben kiváló. A begyűjtött méz nagyobb része külföldre kerül. A termelők szerint pozitívum, hogy a hamisított mézeket idén teljesen sikerült kiszorítani a magyarországi piacról. A méhek már csak a kaptárak körül repkednek. Elvirágzott az akáca, a repce, a hás és a napraforgó is. Nincs már semmi, amiről nektárt gyűjthetnének be. Emiatt cukoroldattal kell táplálni őket, hogy ne gyengüljenek el. Az ő munkájuk erre az évre véget ért. A méhészek pedig már a pergetésen is túl vannak. Az idei méz mennyiségével elégedettek a termelők, bár az év nem indult túl jól számukra. A hideg időjárás és az ázsiai varroaatka tizedelte meg az állományokat. Tavasszal panaszkodtunk, azért a megyében egy 30-40%-os mélypusztulás volt, de utána az időjárás lehetővé tette a méheinknek a fejlődését. Egy szép akászeredményünk volt, és utána egy elfogadható napraforgó itt a megyénkbe. Más megyékbe azért, ahol a földek másabbak, nagyobb napraforgó területek vannak, ott még magasabb volt a napraforgó termés. A termelő szerint a megyében, aki nem vándorolt a méhekkel, még az is közel 25 kg mézet tudott termelni. De nem csak a mennyiségre, hanem a minőségre sem lehet panasza a méhészeknek. Az időjárás nem befolyásolta a hordást, így kiváló minőségű méztermés lett idén. Annak pedig külön örülnek a méhészek, hogy a magyar piacról teljesen sikerült kiszorítani az eddig a hazai mézek hírnevét rontó hamisítványokat. Az idejében a Magyarországon OME által bevizsgált mézek, be nem volt hamisított méz, csak kiváló mézeket, sőt kiváló magyar mézeket lehetett találni az élelmiszer, boltok polcain is, és a termelőktől vett minták alapján. A méz felvásárlási ára idén nem változott a tavalyhoz képest. A raktárak pedig jelenleg telítettek, így a felvásárlás is szünetel. A méz nagy része nem a hazai boltok polcain landol, hanem megközelítőleg kétharmada külföldi exportra kerül. Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A magasabb keresetűek biztosítási termékeket kötnek. A paletta széles. Emelkedett azok száma is, akik megtakarításaikat lakásfelújításra szánják, de idén többen gyűjtöttek nyaralásra, utazásra. Augusztus elején ilyen volt a forgalom az egyik nyíregyházi utazási irodában. A nyaralási szezon javában tart, sokan már szeptemberre foglalnak. Az idén többen tettek félre nyaralásra, utazásra, mint tavaly. Ez a megkötött utasbiztosítások növekvő számából is látszik. A múlt hónapban háromszor annyi utasbiztosítás kötődött, mint az elmúlt években. Ez annak is betudható, hogy a megtakarítások egy részét az ügyfelek az utazásra szánták, és ebből kifolyólag ugye a biztosítások kötése is növekedett. Sokan választják a belföldi utakat, de még mindig az a jellemzőbb, hogy inkább a hosszabb külföldi nyaralásokra gyűjtenek. Ha megnézzük, hogy egy buszos görögországi utazásra akár főszezonban is 50 ezer forintért el lehet utazni, és ott kint mit költ el a turista, azért azokat az árakat megnézzük egy balatoni árakhoz, sokkal-sokkal kedvezőbbek sajnos. De ugye ezt akik Görögországban járnak, tudják, hiszen tavaly, amikor az emberek nagy része nem mert utazni, és mindenki belföldön maradt, akkor mindenki jött és mondta, hogy úristen, belföldön milyen árakat fizettek ki. Az egyik piacvezető bank felméréséből kiderült, hogy kétszer annyian gyűjtöttek nyaralásra, mint az előző évben. Az elemző cikk arra is kitér, hogy másfajta megtakarítások népszerűsége is növekedett ugyanebben az időszakban. Minden ötödik befektető lakásfelújításra tesz félre, emelkedett azok száma is, akik gépjárművásárlásra költik megtakarításaikat, de a magasabb jövedelműek gondolnak gyermekeikre és a nyugdíjas éveikre is. Attól függően ugye, hogy a nyugdíj cél az, tehát mennyi év van még ahhoz, hogy nyugdíjba menjen az adott illető, tehát lehet rövid távon gondolkodni, meg ugye, hogyha fiatal még az illető, akkor pedig hosszú távú megtakarítási formákat szoktunk nekik javasolni. Általában egy ilyen 10 és 20 ezer forint között célszerű félretenni erre a formára, megtakarításra, és ugye abban kell gondolkodni, hogy ehhez nem tudnak hozzányúlni, csak akkor, amikor a nyugdíjas évek eljönnek.
Az ügyvezető elmondta, a meglévő ügyfeleik 20%-a választ nyugdíjbiztosítási vagy önkéntes nyugdíjpénztári terméket. Hozzátette, ez a szám évről évre növekszik, ugyanis az ügyfelek alacsonynak tartják a jelenlegi átlagnyugdíjat. Több mint 44 millió forintból kezdődnek fejlesztések és beruházások a nyíregyházi temetőkben. Új kerítést építenek az északi temető Pazonyi úti részén, felújítják a sírkert vízvezeték rendszerének egyes szakaszait, illetve karbantartási munkálatok indulnak több más nyíregyházi és város környéki temetőben is. Jelenleg is dolgoznak a szakemberek a Pazonyi úti kerítés szakasz felújításán. A régi falat a nyomvonal nagyobb részén már elbontották, a következő hetekben pedig elkezdődik az új kerítés szakasz megépítése. A munkálatokra nettó 34 millió forintot fordít a temetkezési vállalat. Várhatóan jövő héten az első kerítés elem szállítmány, egy kamionnyi szállítmány megérkezik, úgyhogy annak a beemelése fog történni. Utána pedig a meglévő, még ki nem bontott kerítés szakasznak a további eltávolítása, illetve hát a további kerítés elemeknek az alapozási munkái fognak folyni. Ősszel további beruházások kezdődnek a temető területén. A vízvezeték rendszer felújítására 7,6 millió forint hasznosul, a többi városi sírkertben pedig összesen 2-3 millió forint értékben karbantartási, festési munkák indulnak. Szeptember-október hónapban a már említett régi vízvezeték szakasz lesz kiváltva az északi temetőben. Annak idején 40-es években, illetve 50-es években már voltak részleges cserék, de van egy olyan előregedett régi szakasz is, vagy több szakasz is, amelyeket ki kell cserélnünk. Ez is meg fog valósulni a kora ősszel. Illetve a város környéki temetőkben, nevezetesen az orosi temetőben a ravatalozónak a felújítása, festése, a csatorna hálózatának a bádogos ipari munkái, valamint a haranglábnak, ami egy faszerkezet, a haranglábnak a impregnálása, felújítása, felfrissítése fog történni, valamint a Sóstóhegyi temetőben szintén a ravatalozó fa szerkezetének a felújítása, javítása meg fog történni az ősz folyamán. A kerítés építési munkákat várhatóan Minden Szentek ünnepére befejezik a szakemberek, így mindenki korlátozás nélkül látogathatja szerettei sírhelyeit az északi temetőben. Egy teherautó és az általa vontatott pótkocsi közé hajtott egy személygépkocsi hétfő este Sóstóhegyen. Az autó egy mellékútról hajtott ki a Szellő utcára, ahol nem vette észre a pótkocsit, így elé hajtott. Az autó vezetője karcolásokkal megúszta, a gépkocsi viszont totál károsra tört. Csökkent a magyar vendégek száma Kárpátalján a kelet-ukrajnai konfliktus hatására, viszont az utóbbi időben ismét egyre többen látogatják hazánkból is a kedvelt turista helyeket. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A korábbinál is fiatalabb kerettel készül a bajnokságra a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb negyedik helyen végző együttesből Fazekas Kata, Pál Vivien és Farkasinski Orsolya is hiányzik majd az új szezonban. Változik a lebonyolítás rendje, a 27 együttest 3-9 csapatos csoportba osztja be a szövetség. Folytatni szeretné a hagyományokat a nyíregyházi sportcentrum ülőröplabda csapata, hiszen a következő szezonban ismét a bajnoki arany és a kupa győzelem a cél. Az együttes már készül a 2017-18-as idényre, amelynek két új röplabdás múlttal rendelkező játékossal vág neki. Csökkent a magyar vendégek száma Kárpátalján a kelet-ukrajnai konfliktus hatására, viszont az utóbbi időben ismét egyre többen látogatják hazánkból is a kedvelt turista helyeket. A Krímfélsziget elcsatolása miatt belső Ukrajnából is sokan választják a kárpátaljai üdülőket. A vendégek körében egyre népszerűbbek a gyógyvizes helyek. Kedvelt turista hely Mezőkaszonyban, ahol termálvízben pihenhetnek a strandolók. Kárpátaljára nem csak belső Ukrajnából, hanem Magyarországról is érkeznek vendégek, bár számuk évekkel ezelőtt csökkenést mutatott az ukrán-orosz konfliktus hatására, mondják a turisztikai szakemberek.
A kelet-ukrajnai konfliktusig jellemzően a falusi turizmust a magyarországi vendégek vették igénybe, és addig is jöttek ide Kárpátaljára a belső ukrajnai területekről a vendégek, főként a hegyvidéki gyógyüdülőkbe, illetve például ide Mezőkaszonyba a termálfürdőbe. Azonban a kelet-ukrajnai 13-14-ben kirobbant konfliktusnak köszönhetően a magyarországi turizmus akkor egy alább hagyott, féltek ide jönni a vendégek, viszont megnövekedett az ukrajnai belső turizmus. Ennek köszönhetően, hiszen a Krím-félsziget elcsatolásával tulajdonképpen az onnan kieső turista forgalom az nyugatra, tehát ide Kárpátalja, Lemberg megye és Inafrankosz megye irányába összpontosított. Jelenleg kezdi visszanyerni a bizalmát Kárpátalja a magyar vendégek részéről is. A kedvelt turista helyekre egyre többen látogatnak. Ez köszönhető annak is, hogy közel két évvel ezelőtt a magyar kormány és külügyminisztérium úgy döntött, hogy nem veszélyes Kárpátalja, hiszen 1500 kilométerre van ide a kelet-ukrajnai konfliktus, és ennek köszönhetően ugye ez egy biztonságos területté nyilvánította. Illetve különböző támogatásoknak köszönhetően, ugye lásd a Rákóczi Szövetségnek vannak támogatásai a különböző nyugdíjas egyesületek irányába, határtalanok program keretében is számtalan gyerekcsoport, hallgatók jönnek és keresik a kapcsolatokat, illetve felfedezik Kárpátalja szépségeit itt, tehát nagyon sok lehetőség van benne. Kárpátalján mind a természeti kincsek, mind az épített örökség tekintetében sok a látnivaló. A Munkácsi és Ungvári várat sokan látogatják, de Beregszász belvárosa a felújított királyi törvényszékkel is impozáns képet mutat, amiben jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működik. A korábbinál is fiatalabb kerettel készül a bajnokságra a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb negyedik helyen végző együttesből Fazekas Kata, Pál Vivien és Farkasinski Orsolya is hiányzik majd az új szezonban. Változik a lebonyolítás rendje. A 27 együttest 3-9 csapatos csoportba osztja be a szövetség. Augusztus első hetében az utánpótláskorú játékosokkal elkezdődött a felkészülés a nyíregyházi kosársulinál. A ráhangoló hetet követően közel 50 játékossal Csengerbe utazott edzőtáborozni az NKS. Hétfőtől pedig a megmaradt két felnőtt korú kosaras is csatlakozott a kerethez. Mivel a legutóbbi csapatból többen is hiányoznak majd a következő szezonban, tovább fiatalodik Farkasinski Gyuláni együttese. Kata, Fazekas Kata, azért volt egyébként is a csapatnál, hogy amikor esetleg olyan problémáink voltak, hogy létszámgondjaink, akkor ő segítette a csapatot, de ebben az évben már ezt nem tudja vállalni, vagy a munkai elfoglaltsága az olyan lett. A Vivien, a Pál Vivien, az tanítás, és ugye a főiskolán mester képzésen van. Ő neki ez egy kicsikét így sok volt, bonyolult volt, tehát ő egyenlőre most, hogy végleg abban hagyta, vagy csak pihenteti egy darabig, az még a jövő kérdése. Ugye a Karolina az évközben eltűnt, tehát innentől kezdve nem tudjuk, tehát ő valószínűsíthető, hogy nem is fogja ebbe az évben elkezdeni. Ugye aki még számításba jöhet, ez a Takács Anna, ő vele ma fogunk leülni megbeszélni, hogy a következő évben esetleg mit tud vállalni és hogy tudja vállalni. Aki ugye teljes mértékben bevethető, az a Pap Claudia és a Fekete Dóra, és ugye Orsolya valószínűleg a bajnokság második félében, hogyha az egészségi állapota és minden más úgy engedi, akkor ő csatlakozik ehhez a társaságot. Addig pedig ugye évek óta mondjuk, hogy fiatalitás, na most ez meg fog történni, kőkeményen belevágunk a fiatalitásba. Már hozzáteszem, ez most olyan hirtelen, tehát úgy hangzik, hogy mekkora nagy váltás ez, de hát annak idején a diáik ebbe az idős korban, amit most ugye ezek a játékosok, ők már játszottak NB1-ben. Hát annyi, hogy most nem maradt annyi rutin mellettük, mint ami az előző években, a saját magukra lettek hagyva, majdnem. De hát ugye azért a Dóri meg a Dia rutinja azért az nagyon sokat fog számítani a csapatnak, és azért bízok abban, hogy az Annával is sikerül úgy megállapodnunk, hogy azért nagy rész föl fog tudni vállalni a csapatnak a dolgaiból. De voltunk még tárgyalásban, meglátjuk, hogy azok közül a játékosok közül ki az, aki esetleg más városban tanul, de mégis át tud ide játszani hozzánk. Ugye sajnos ugye ilyenban várnak a nézők, tehát a nyíregyházi egyetemre azért nagyon sokan nem jelentkeznek, bármennyire is szeretnénk, tehát hiába ajánljuk mi föl, ugye, hogy itt kollégiumtól kezdve minden rendelkezésre. Sajnos valami oknál fogva ez annyira
nem szimpatikus a jelentkezőknek, inkább mennek el akár Debrecen, akár Miskolc irányába. A nyáron a 3x3-as válogatotta a világbajnoki ezüstérmet szerző Papp Klaudia 21 évesen rangidősnek számít majd a csapatban. A másodosztályban utolsó szezonjára készülő irányítóra továbbra is kulcsszerep hárul majd a pályán. Ez egy nagyon érdekes szezon lesz, nagyon kíváncsian várom a végkimenetelét. Megpróbálunk nyilván mindent kihozni ebből, amit lehet a legjobbat. Én leszek ugyanúgy a csapatkapitány, összefogom a csapatot, a fiatalokat, aztán meglátjuk. Az anyai örömök előtt álló Farkasinszky Orsolya pályafutása során először nincs ott a felkészülést végző játékosok között. A center nehezen viseli azt, hogy nem lehet ott a pályán. Nagyon nehéz így, amikor tehettem, akár még az edzésekről is elmegyek, mert nehéz ezt így végignézni. Pláne, hogy korábban olyan sérülésem sem volt, amivel huzamosabb időt kellett volna kihagyni. Tehát egy hónapnál tovább nem kellett esetleg sérülés miatt sem az edzésektől távol maradnom. Így ez most nehéz. Amit tudok, azt még úgy megpróbálok azért nyilván én is mozogni, de nyilvánvalóan labdázni már nem lehet, és ez azért egy fájó dolog. Az amatőr nemzeti bajnokságra 27 csapat nevezett. A szövetség a tervek szerint 3 csoportra osztja majd a mezőnyt. Az alapszakasz követően csoportonként 3 csapat jut a felsőházi rájátszásba. A nyíregyházi kosársuli a jövő hét második felében tornát rendez, több korosztályban, több helyszínen játszanak majd a csapatok. Folytatni szeretné a hagyományokat a nyíregyházi sportcentrum ülőröplabda csapata, hiszen a következő szezonban ismét a bajnoki arany és a kupa győzelem a cél. Az együttes már készül a 2017-18-as idényre, amelynek 2 új röplabdás múlttal rendelkező játékossal vág neki. Gyere, 20 másodperc! Elkészül, és mehet! Újra együtt a nagy csapat a Kertvárosi Általános Iskola tornacsarnokában. A nyári szünet után megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda csapata. Az együttesben a régi arcok köszönhették egymást, 2 új szerzeményt azért bemutathattak a játékosoknak. Ők mindketten nem régiben még a nyíregyházi felnőtt röplabda csapatot erősítették, azonban felhagyva az aktív álló röplabdával, egy kis szünet után most az ülőröplabdában próbálják ki magukat. Berényi Eszter és Sitku Tamara. Ugye Berényi Eszter már második szezont hagyta ki, tehát gyakorlatilag ő 2 éve fejezte be. Szerintem mostanra ért meg az a dolog benne, hogy hiányzik a mozgás. A Sitku Tamé pedig tavaly még játszott ugye a felnőtt csapatba, de ő is a tanulmánya is edzősködik, és mellette hál' Istennek el tudja vállalni, mert ugye nálunk heti 2 alkalommal vannak az edzések, és hétvégén, mert mindenki dolgozik mellette, vannak a mérkőzések. A nyíregyi ülőröpisek a következő szezonban is egy régóta tartó tradíciót kívánnak folytatni, így mind a bajnokságban, mind pedig a Magyar Kupában szeretnék megvédeni a tavaly is kivívott első helyüket. Ebben persze a többi csapat próbálja megnehezíteni a dolgukat, de az együttes bízik magában. Nekünk ez a teher ez már nem új, ugye évek óta ez a műsor, és igazából vannak olyan csapatok, akik ehhez még inkább hozzátesznek, mert van 1-2 új játékosok, próbálnak új röplabdás múltan rendelkező embert bevonni. Ők inkább azt mondom, hogy nagyobb elánnal esnek nekünk, de aztán szerencsére mindig tudjuk kezelni a dolgokat. A bajnokság és a Magyar Kupa menete még nem dőlt el, viszont a nyíregyházi együttes nem ölbetett kézzel várja majd, hiszen az edzések mellett egy szeptemberi szerbiai kupával is hangolódik a címvédésre. Megszerezte második ezüstérmét a FINA Masters világbajnokságon Szokoldi Anna. A nyíregyházi úszónő a 3000 méteres nyíltvízi úszásban szerzett második helye után a 800 méteres gyorsúszásban is másodikként ért célba. A 45-49 éves korosztályban induló sportoló szerdán 400 méter vegyesen és 200 gyorson, vasárnap pedig a 400 méteres gyorsúszásban áll rajthoz. Most pedig híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A tavaszi méh családvesztességek ellenére jó szezont zártak a méztermelők. A magyar méz minőség ebben az évben kiváló, a begyűjtött méz nagyobb része külföldre kerül. A termelők szerint pozitívum, hogy a hamisított mézeket idén teljesen sikerült kiszorítani a magyarországi piacról. Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A magasabb keresetűek biztosítási termékeket kötnek. A paletta széles, emelkedett azok száma is, akik megtakarításaikat lakásfelújításra szánják, de idén többen gyűjtöttek nyaralásra, utazásra is.
Több mint 44 millió forintból kezdődnek fejlesztések és beruházások a nyíregyházi temetőkben. Új kerítést építenek az északi temető Pazonyi úti részén, felújítják a sírkert vízvezeték rendszerének egyes szakaszait, illetve karbantartási munkálatok indulnak több más nyíregyházi és város környéki temetőben is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 15-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A Kárpát-medence időjárását szerda estig döntően anticiklon alakítja. Holnap nyugat felől egy feloszlóban lévő front érinti térségünket, de lényeges változást nem okoz, sőt, előtte még kissé erősödik a nappali felmelegedés. Az éjjel jobbára derült idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben túlnyomóan derűs, napos, száraz időjárás várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 29 és 31 fok között alakul. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban sok napsütésre, száraz időjárásra van kilátás. Pénteken már országszerte kánikula várható. Szombaton a napos időt északnyugat felől erős felhősödés követi, egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét. Egyre több felé kialakulnak záporok, zivatarok. Vasárnap is több helyütt eshet még, majd nyugat felől csökken a felhőzet. A hétvégén sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északi északnyugati szél. Vasárnapra jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A jövő hét elején ismét melegszik a levegő, akkor a napsütést már csak kevés gomoly felhő zavarja. Az ősz közelettével a nép hagyomány már az őszi betakarítást figyelte. Nagy boldogasszony derült idejével a jó gyümölcs és szőlőtermés előhírnöke volt.